üdvözlet mindenkinek itt az infobaba.hu weboldalon ezúttal. Meg fogok mutatni néhány érdekes videót különböző témákban, mielőtt ennek nekivágunk. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok. Infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. csak nem sokkal ezelőtt értesültem arról, hogy létezik ez az építmény, ha jól gondolom, akkor már elkészült MSG arénának hívják, meg fogom mutatni, nagyon érdekesnek találtam, hogy ez egy ilyen gömb alakú LED kijelzőkből álló épület. Allow us to, introduce you to the next evolution in live music and entertainment. The MSG Sphere at the Venetian.

egészen hihetetlen, hogy mi az, amire képes már az építészet, meg úgy általánosságában véve a tudomány, és én nem akarom elvenni a tudománynak az érdemeit. Hihetetlen, hogy ilyen dolgokat képesek vagyunk létrehozni. This shaped venue will primarily serve as a music and entertainment arena with all of the latest amenities and technology that guests could ever ask for. Szóval mindenféle luxus szórakoztató ipari kellékek lesznek ebben, és elsősorban zene, mozi és különböző előadásoknak a helyszíne lesz majd a jövőben. First announced in early 2018, the MSG Sphere is a cooperative project between both the Madison Square Garden Company and the Las Vegas Sands Corporation. Ugye ez a két cég közösen állítja elő magát az MSG Sphere-t, vagy ezt a gömb alakú LED kijelzőkből álló arénát. It sits just off the famous Las Vegas Strip, meaning it could very well be Come the staple for music and entertainment in Vegas for years to come. It will boast a seating capacity of over 17,000 people. Szóval embert tud majd befogadni maga az aréna, és hát el tudja mindenki képzelni, hogy belülre kivetíthetnek akármit, amit csak el lehet ma már érni a technológia segítségével. And will feature the new world's largest LED big screen. The MSG sphere will have high-speed internet for all guests to enjoy. The arena will sport numerous 19,000 by 13,500 resolution screens spread across the interior, and the new world's largest LED screen will wrap around the entire building and will measure in at over 160,000 square. Ez a világ legnagyobb LED kijelzője, és 160 ezer láb. Ez egy láb, az ugye harmada a méternek, most meg se próbálom kiszámolni, hogy ez mennyi négyzetméter, úgyse fog sikerülni, de el tudja képzelni mindenki. A legnagyobb LED kijelző is ebben található. Square feet. Developers also stated that system will be state of the art, and will include roughly 165,000. 165 ezer Lesz benne. Speakers, including specially designed speakers that will deliver sound through the arena's floorboards. The exterior of the building will be equipped with nearly 600,000 square feet of programmable LED lighting, which will make for quite the spectacle. We'll be equipped with nearly 600,000 square feet of programmable LED lighting. Mischánot 600,000 négyzetlab LED kijelzővet LED az található web. While the MSG Sphere's primary purpose will be hosting various awards shows, events, and concerts, there is also the opportunity for it to play host to a variety of sporting events, such as marquee boxing and MMA fights. És akkor még a zenei különböző előadások mellett lehetséges az, hogy sportesemények is helyszínre találjanak ebben az MSG szférben, mint például ugye box vagy MMA küzdelem. Well e ja, és persze az elektronikus sportnak a hívei is időről időre elfoglalhatják a helyüket itt. This is a big deal, as currently those events are reserved for the more traditional Vegas venues, such as the MGM Grand or T-Mobile Arena. Szóval well, ez majd most versenyt, versenyhelyzetet tud előteremteni, a Las Vegasban jelenlevő számos egyéb arénák között, és egy új helyszínt biztosít. Az érdekes ebben az, Las Vegas, ahogy már mondtam, korábban is egy játszótér felnőtteknek, és csodálatos meg lenyűgöző az, ahogyan létrehozzák ezeket a dolgokat. Mégis, hogyha belegondolnánk jobban, akkor láthatnánk, hogy mekkora hiába valóság az egész. Gyakorlatilag elveszteget az ember rengeteg órát azzal, hogy elutazik ide, hogy megnézi ezeket az eseményeket, és semmit nem profitál belőle, semmivel nem kerül közelebb az igazsághoz, az atyához, a valósághoz, sőt, távolabb kerül, hiszen egy alternatív valóságba fog bekerülni, ami, ami nem is hasonlít ahhoz, ami az igazi. Itt van még egy rövid videó erről, ez valóban már rövid, ez YouTube Shorts, vagy úgy néz ki ugye, mint egy nagy kosárlabda, tehát a külsejére is lehetséges bármit kivetíteni, amit csak ugye a szervezők Elképzelem. Azt nem tudom, hogy meglepő, vagy kicsi, vagy nagy, de 111,5 méter magas, illetve 150 méter ennek a gömbnek az átmérője. Lehet, hogy én nagyobbra számítottam, mert fogalmam sincs, hogy ez egy stadion nagyjából, is futballpálya, belefér. A stadion talán egy kicsit szélesebb, illetve hosszabb kell, hogy legyen a magasság az megfelelő. Úgyhogy gyakorlatilag egy nagy futballpályányi stadion lelátóval együtt beleférne ebbe a gömbbe a költségvetés az 2,3 milliárd dollár volt. És hogyha elgondolkodunk azon, hogy mi mindent lehetne csinálni ennyi pénzből, és hozzáveszünk azt, hogy Las Vegasban mennyi ilyen épület van, akkor könnyen láthatjuk, hogy az emberiség jobban is gazdálkodhatna a rendelkezésre álló javakkal és erőforrásokkal, és akkor lehet, hogy az életünk nem lenne ilyen katasztrofális, mint amilyen, azonban Másképp döntöttek azok, akik uralják és irányítják a világot. A Függetlenség, napi ünnepség egyébként Las Vegasban nagyjából így nézett ki ennek a gömbnek a segítségével. Nem is csoda, hogy az embereket lenyűgözi ez, meg vonza. Ugyanis el tudnak, el tudunk rugaszkodni a valóságtól és ki tudunk kerülni abból az életből, ami. Ami ugye sokszor elég nyomasztó, meg egyhangú, különösen azoknak, akik még benne vannak, a mókuskerékben, hogy fel kell megy dolgozni, és akkor küzd, hazamegy, alszik, megy dolgozni. Ebben mindenféle reménység és kilátás nélkül, ugye Elohim nélkül a világban, ami a többség, és ezeknek az embereknek a szórakozás az nem más, mint egy módszer arra, hogy eltereljék a figyelmüket a valóságról. Lényegében hazudjanak maguknak, hogy, hogy milyen nagyszerű az élet, és megengedhetek maguknak ilyen fajta fényűzést, illetve megszabadulnak, kikapcsolódnak. Mindezek hosszú távon nem oldják meg a problémát, hiszen a problémát nem lehet megoldani ilyen külső segítségekkel. A szórakoztatóipar egyébként nem véletlenül olyan jövedelmező, mint ami ilyen, mindaz a tőke, ami beáramlik, demonstrálja, hogy mennyire fontos az emberek agyának a programozása ezáltal is. Elhitetik velünk, hogy ez csak egyszerű szórakozás, csak azért megyünk oda, hogy kikapcsolódjunk, miközben az üzenetek, amik érkeznek, beszivárognak az ember elmébe, És az a rengeteg millió, milliárd dollárok, ami egy-egy filmnek például, vagy koncert sorozatnak, zenei előadásnak a bevétele, és a profitja, az demonstrálja, hogy ez egy fontos dolog az elitnek, különben nem lenne benne pénz. Csak gondoljon mindenki az igazságra például, az igazságot egyáltalán nem támogatják. Nem támogatják azt sem, hogy a családok együtt maradjanak. Az egészséges életmódot sem támogatják, és számos egyéb olyan szektora van az életnek, amibe ezek a pénzek áramolhatnának, de nem így van, hanem a hiába valóságra költjük illetve arra, hogy az emberek pusztuljanak, ostobábak legyenek.